Az elmúlt évek során Vásárosnamény több milliárd forint összértékű beruházásokkal növelte a város infrastruktúrális hátterét. Ennek egyik fontos eleme 2019-ben a kerékpárút hálózat fejlesztése volt több, mint 350 millió forintból. A Kisvarsányban már meglévő 3 kilométer hosszú szakasz 2,2 kilométerrel bővült, így összekapcsolódott a Vásárosnaményi rendszerrel. Ezt nem csak a munkába járók vették birtokba, hanem a turisták is. A kerékpáros turizmus mellett pedig a Gergely-Ugornyai Üdülőközpont fejlesztése is kiemelt feladata a képviselőtestületnek. Aki most Vásárosnaményből érkezik, hiszen ahogy mindig elmondom, ahol az M3-as autópálya véget ér, most Vásárosnamény ott kezdődik, láthatják az ipari területünkön a fejlesztést, a fejlődést. Itt egy 510 millió forintos beruházás kapcsán egy 2,2 kilométeres út épült meg 6 méter szélességben, csapadékvízelvezetéssel, szikkasztóárokkal, illetve 54 villanyoszlop került beépítése, természetesen ledes világítással, hiszen ügyelünk a környezet elérésre és a minél kisebb energiafelhasználásra. Ugyanakkor a közfoglalkoztatás bár csökkent létszámmal, és ezt szerencsésnek mondhatjuk el, hiszen ezelőtt 3 évvel még 530 közfoglalkoztatottunk volt, idén ez a létszám 200 alá csökkent, ugyanakkor vannak olyan érték megóvó és érték előállító projektjeink, amelyek kapcsán szeretnénk azt, hogyha ez tovább fejlődhetne, ezért egy 600 négyzetméteres csarnok megépítését is terveztük, és az a csarnok is elkészült, hamarosan az átadás következik. Tavaly befejeződött a 7 színvirág óvoda egyik telephelyének bővítése is. 245 millió forintos vissza nem térítendő település fejlesztési forrásból új épületszárnyat alakítottak ki, így az eddig 8 csoportos óvoda több, mint 500 négyzetméter hasznos alapterülettel bővült. Ez nem csak akadálymentes, de könnyen fenntartható épületgépészeti és villamosrendszerrel is rendelkezik, a megújuló energiaforrást is felhasználó napelemrendszernek köszönhetően. Egy C-típusú kondipark pályázata is pozitív elbírálást kapott, így közel 12 millió forintból 0%-os önerővel telepítettek sporteszközöket a város központjában. A 90 négyzetméteres sportlétesítmény bármely korcsoport számára sokoldalúan használható. A Zöldváros projekt keretében az ötös kúria fejlesztését is teljes felújítását tűztük ki célul. Ez a projekt 481 millió forintos nagyságrendben megvalósul, hamarosan a képviselőtestület olyan döntéseket hozhat, amely kapcsán ez a projekt elindul, és nem csak maga a zöld fölött növelés, bár ez nagyon fontos számunkra, hiszen a parkosítás, a fák ültetése kiemelt a mai időszakban is, számunkra ez mindig fontos volt. Itt az út építésére, az ötös utcának a teljes felújítása, parkolóképítése is célunk, ugyanakkor olyan játszótér kialakítása is, amely minden szempontból megfelel a mai gyermekeink elvárásainak. A fejlesztések folytatódnak. A polgármester elmondta, a 2020-as tervek között szerepel többek között Vásárosnamény központi részén az útfejlesztés, aszfaltozás és körforgalom kialakítása, hogy ezzel is biztonságosabbá és gyorsabbá tegyék a közlekedést a városban.